Jó reggelt kívánok! Önök a híradót látják, 8 órakor az M1-en. Radeszky Viktor vagyok. Új korszak kezdődött a járvány elleni védekezésben. A kormány szerint azért kellett lépni, hogy a kórházak bírják a terhelést. Már tegnap sem nyithattak ki a szórakozóhelyek, és csak minden harmadik székre lehet ülni, például a mozikban vagy a sporteseményeken. Sűrűbben járnak a buszok Budapesten, és a megyei jogú városokban ingyenes a parkolás. Az éjféltől reggel 5-ig tartó kijárási korlátozás értelmében éjjel mindenkinek otthon kell lennie, kivéve aki munkába megy, éppen dolgozik, vagy a munkahelyéről tart hazafelé. Jöjjenek most a részletek! Reggel 6 óra az operatív törzs megkezdi a munkáját. Az operatív törzs reggeli ülésén kezdte ma a napját Orbán Viktor. Áttekintjük a kórházi kapacitásokat, számba vesszük a rendelkezésre álló ágyakat. A kormányfő közölte azt is, hogy keddeste összehívta a védelmi bizottságok vezetőit is, akik megkapták az utasításokat, és így tudják érvényesíteni a tegnap meghozott korlátozó intézkedéseket. Ma éjféltől ismét bevezetjük a rendkívüli jogrendet, és arra kérjük az országgyűlést, hogy ezt a rendkívüli helyzetet 90 nappal hosszabbítsa meg. Keddeste jelentette be közösségi oldalán Orbán Viktor, hogy a koronavírus járvány miatt mától ismét bevezetik a rendkívüli jogrendet. Orbán Viktor közölte, a szórakozóhelyeket bezárják, mert az operatív törzs jelentése szerint a szabályok betartását lehetetlen kikényszeríteni ezeken a helyeken. Rendezvényeken, sportrendezvényeken, mozikban és színházakban csak minden harmadik széken lehet ülni, és kötelező a maszk használat. A tömegközlekedési eszközökön, a reggeli és déli csúcsforgalomban járatsűrítést rendeltünk el, és újra ingyenessé tettük a parkolást. Az orvosok bérét megemeljük, a védekezéshez szükséges eszközök a kórházak rendelkezésére állnak, kórházi ágyak tekintetében Európában a harmadik, lélegeztetőgépek tekintetében pedig világelsők vagyunk. Éjfél és 5 óra közötti kijárási korlátozás, ez majd 5-én, tehát ma 24 órától lép majd életbe. A ma éjféltől életbe lépő kijárási korlátozás mindenkire vonatkozik. Kivételt jelentenek, akik munkába indulnak, vagy onnan érnek haza, és ha valakinek az élete egészsége veszélybe kerülne, ha nem hagyja el az otthonát. Az operatív törzs az első hullámban már bizonyított. Azok a javaslatok, amelyeket letettek az asztalra, és most a kormány elfogadott, azok is nyilván a járvány adatainak ismeretében születtek, és amennyiben ezt betartjuk és fegyelmezettek leszünk ezeknek a szabályoknak a keretein belül, abban az esetben igen bízunk abban, hogy ez lassítja majd a járvány terjedésének az ütemét. Farkas Őrs azt mondta, most félre kell tenni a politikai vitákat, gyors és hatékony intézkedésekre van szükség. Ezeket pedig a különleges jogrend teszi lehetővé. 90-en haltak meg egy nap alatt a járványban, ilyenre korábban még nem volt példa. Köztük megint vannak fiatalok, egy 28 éves férfi és egy 32 éves nő. Mindkettejüknek volt alapbetegsége. De Müller Cecília megint arra hívta fel a figyelmet, hogy akár fiatal, egészséges embereknél is lehet nagyon súlyos következménye a fertőzésnek. Már majdnem 5000 beteget ápolnak kórházban. A következő időszak nagy kérdése, hogy a friss szigorítások mennyit érnek majd. Látjuk a napi adatokból, hogy a második hullám idején egész Európában egy rendkívüli terhelés van. Nagyon sok országban már az egészségügyi ellátórendszernek a teljesítő képessége határán vannak. Éppen ezt szeretnénk elkerülni Magyarországon ezeknek az intézkedéseknek a bevezetésével és a jogkövető magatartással, amelyet viszont mindenkitől elvárunk. Négy hétig tartó, csak nem teljes zárlat lép életbe mától Angliában. Az emberek csak boltba, gyógyszertárba, munkába mehetnek, illetve sportolni, de szigorúan csak szabadtéren. A brit kormány szerint, ha nem vezetik be a korlátozást és a járvány a mostani ütemben terjed, akkor naponta több ezer halálos áldozata lenne a vírusnak, sokkal több, mint a tavaszi tetőzés idején. Lényeges változás az első hullámhoz képest, hogy az iskolába most járhatnak a diákok. Kigyúltak a karácsonyi fények Londonban az Oxford Street-en, de a koronavírus járvány beárnyékolja az ünnepet. Már több mint 1 millióan fertőzöttek meg a Szigetországban, ezért a kormány úgy döntött, hogy a járványt csak egy újabb lezárással tudja megfékezni. And so now is the
Elérkezett az idő, lépnünk kell, mert nincs más választásunk csütörtöktől december elejéig, mindenkinek otthon kell maradnia. Az emberek az otthonukat csak alapos indokkal hagyhatják el, jelentette be Boris Johnson az Angliára vonatkozó 4 hétig tartó zárlatot. Csak orvosi ellátás, az alapvető szükségleti cikkek és gyógyszerek beszerzése, munkahelyre utazás, illetve a szabadtéri testedzés esetén hagyható el a lakhely. Jelentős különbségek egyébként a tavaszi zárlathoz képest, ilyen például az, hogy az oktatás nyitva maradt, tehát az iskolák, egyetemek nyitva maradnak, nem zárják be őket, nem úgy, mint tavasszal. És sarkalatos lényegi különbség az, hogy van egy végdátuma ennek az intézkedés csomagnak, december 2-a. Pénzügyi szakemberek szerint a 4 heti zárlat, illetve a romló európai járványhelyzet katasztrofális károkat okoz a brit gazdaságnak. Az emberek ugyanakkor azt mondják, ha ez az ára a békés családi körben eltölthető karácsonynak, akkor elviselik az újabb korlátozást. Szörnyű volt a március, de most megint ugyanazt meg kell tennünk. Ha nem, akkor az idei karácsonyból nem lesz semmi, mondja egy londoni férfi. Ekközben a legfertőzöttebb angliai városban, Liverpoolban a teljes lakosság koronavírus szűrésen vehet részt a hétvégétől, és ezzel megkezdődik az egész városokra és országrészekre kiterjedő tömeges szűrési program. A brit kormány így azt a több ezer fertőzöttet azonosítaná, akiknek nincsenek tüneteik, így tudtukon kívül terjesztik a vírust. Éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be Cipruson a koronavírus járvány 2. hullámának lefékezésére, jelentette be a ciprusi kormány. Este 11 órától reggel 5 óráig senki nem hagyhatja el az otthonát. Az intézkedés egyelőre november 30-áig lesz hatályban. Cipruson márciusban vezettek be először rendkívüli korlátozásokat, akkor úgy tűnt, sikerült megfékezni a járványt, azonban október elején hirtelen megemelkedett a fertőzöttek száma. Most 166 új fertőzöttet regisztráltak az 1,2 millió lakosú Szigetországban. Országos zárlatot rendelt el az olasz kormány péntek este 10-től, egészen december 3-áig kijárási tilalom lesz érvényben. De nem mindenhol lesz egyforma a szigor. A legfertőzöttebb régiókban, vagyis a vörös zónákban, ilyen például a tavaszi gócpont, a Lombardia is, nappal sem lehet kilépni az utcára, csak a legszükségesebb ügyeket lehet elintézni. A többi narancs és sárga régióban valamivel enyhébbek az óvintézkedések. Sárközi Júlia tudósított. Egy vegyes módszerrel próbálkoznak, vagyis hogy országos korlátozásokat vezetnek be, amelyeket területi szinten szigorítanak. Országos korlátozásnak számít Olaszországban is az éjszakai kijárási tilalom, este 10 órától reggel 5 óráig, a mozik és színházak után a múzeumok lezárása, vagy például az, hogy gimnázium első osztályától kezdve visszaállnak az online oktatásra, úgyhogy csak szeptember közepén nyitották újra az iskolákat. A területi szigorításhoz viszont úgynevezett vörös zónákat akarnak felállítani, ahol nagyon kritikus a járvány terjedése és a kórházak leterheltsége. Továbbra sincs győztese az amerikai elnökválasztásnak. A szoros küzdelmet eldöntő államokban még mindig számolják a levélszavazatokat. Egyelőre úgy tűnik, Joe Biden közelebb áll a győzelemhez, mint a hivatalban lévő elnök, de a helyzet szinte óráról órára változik. Késő este több amerikai városban is utcára vonultak az emberek. Donald Trump hívei a szavazatszámlálás leállításáért tüntettek, míg a demokrata jelölt támogatói azt követelték, hogy minden leadott voksot vegyenek figyelembe. A demonstrációk többnyire békések voltak, de New Yorkban a rendőrök több embert is őrizetbe vettek. Közben Donald Trump elnök kampánystábja jogi úton kéri a voksok újraszámlálását 2 olyan államban, ahol a demokrata elnök jelölt már győzött, Pennsylvániában és Georgiában pedig a szavazatszámlálás leállítását követelik. Járai Judit, Washington. Tüntettek Trump hívei, akik azt mondták, hogy igenis bizonyos csatatér államokban meg kell óvni a választási eredményeket, és amit Donald Trump is javasolt, illetve a republikánusok is ezügyben a pereket megindították, egyes csatatér tagállamokban fel kell függeszteni a szavazatok megszámlálását, mindaddig, amíg nem biztosítják a republikánus megfigyelők számára a lehetőséget, hogy jelen legyenek, és ellenőrizzék, hogy valóban nem kerülnek be jogszerűtlenül későn érkező, tehát már a szavazás lezárulta után érkező szavazócédulák. Koronavírus elleni védőeszközökön nyerészkedő vállalkozásoknál, illetve fantom cégek székhelyén tartott házkutatást az adóhatóság pénzmosás gyanúja miatt.
Több mint 3000 bankkártyát foglaltak le, több számlát zároltak. A gyanús átutalások miatt itthon és külföldön is több ember ellen büntető eljárás indult. Az elmúlt időszakban a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyi nyomozói 4 nagyszabású pénzmosás elleni akcióban csaknem 7 millió euró és 2 millió dollár, azaz több mint 3 milliárd forintnak megfelelő összegű pénzt foglaltak le különböző bűnözői köröktől. A különösen nagy értékű pénzmosás akár 8 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.